A csatornán Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 videóval, amiben különleges dolgokat fogunk csinálni, de ez most tényleg nem ilyen clickbaites dolog, mert tényleg különleges dolgokat, meg különleges modokat hoztam számotokra nektek. Arra gondoltam, hogy meg kellene csinálnunk azt, hogy le kellene termelnünk az erdőt. És az erdő letermelése az eléggé nagy művelet lesz, mivel ugye nem kicsi a föld. Viszont előtte hadd indítsam el ezt a járművet, gyerekek, mert tudjátok ezt. Ennek kellene dolgoznia, mennie kellene, vetnie kellene, hogy azért legyen egy kis pénzünk is. Meg fogom szegni azt az ilyen, hát saját magam által felállított szabályt, gondolkoztam rajt igazából, hogy ugye 8 millió alá nem megyünk, mert gyerekek, muszáj. De olyan gépeket hoztam nektek, hogy ez kárpótolni fog benneteket, abban biztos vagyok. Annyit kell csinálnom, hogy kamiont kellene visszaküldenem nekem, várjátok, hol van másik kamionom? Kellene kamion visszaküldeni a kivonulási helyre. Csinálunk egy olyat, hogy ebbe a járműbe beszállunk, ezt eladom. Már csak azért, mert ne legyen itt idegesítő gyerekek, nem kell nekem ez. És veszünk egy gépet, és olyan drága gépet veszünk, amilyen drága gép még a büdös életben nem volt Keepernek. Ezt is halál komolyan mondom, hogy még közelében sem vagyunk, vagy voltunk annak, amilyen drága gépre én most nekem így fáj a fogam. Az egyébnél van, és mindjárt meg fogjátok látni, egy ilyen bulldozer, ami ilyen, nem is tudom, ilyen 1500 lóerő, és ez ilyen házméretű bulldozer. Tudjátok, ez a nagyon nagy, ez ilyen bányagép bulldozer, de tud egy olyan dolgot, amit nekem szükségem lenne rá. Ez a D11-es, nyugodtan keresetek rá, valós dolog, nem csites. Egyébként mennyibe kerül? Várjátok, 1,4 millióba kerül mindenféle cucc nélkül, és vissza fogja hozni, én úgy érzem, az árát, gyerekek. Mindjárt hozunk valamit, mindjárt hozok még valamit, ami nekünk kellene, ami nem itt van, hanem azt hiszem az egyébnél. Kettő dologra van szükségünk. Egyik egy hárompontos csatolóra, ami ilyen böszme nagy, mert ezt mindjárt meglátjátok a méreteit ennek a gépnek, brutális, borzalmas. Ezt se tudjátok tényleg képzelni, hogy mekkora mindjárt. Meg szükségünk van egy tolólapra, erre a bulldozerre, amelyik igazából egy nagyon speciális tolólap, mindjárt meg fogjátok látni. Na, itt van a bulldozerünk, hát ez egy ilyen ekkora, nem tudom, így a nyakakig ér érted az alja, és ezt fel kellene varázsolni ide, mert egyébként csak 12-vel tud menni, ami nagyon lassú, meg még egy csomó mindent kellene vele csinálni. Na, menjünk, de jó, hogy ez itt oda csipte a saját equipmentjét, várjátok, ezt odébb rakom, mert itt baj lesz ezzel, bekapcsolom én itt ezt a módot, így meg se bírom, hallod. Azt a betyár. Na, ekkora három pontos csatoló, így a izére, a hátuljára, figyeljetek? Yes, igen, igen, ekkora. Na, csukodjon bele itt, vagy valami legyen. Valahogy föl kéne művelnem a hátuljára. Figyeljetek, hogy fog csatlakozni, milyen hidraulikorendszerre, azt a betyár, mi? És kérdezhetitek, hogy mi a francnak nekem egy három pontos csatoló egy bulldozerre, majd meg fogjátok látni. Eskü, ígérem, most tényleg nem clickbait, ilyen, olyan cuccokat fogunk alkalmazni, amik egymagában is így megállnák a helyüket. Nemhogy összesen. Na, megvan a bizénk is, megvan a tolólapunk is, nagyon örülünk neki. Valahogy föl kéne arra vánszorognunk arra, egyáltalán, hogy fölfére, mert de lehet, hogy nem. Lehet, hogy itt lesz a határa annak, hogy ezzel nem kell így följönni. Pedig aztán jó lett volna. Azt hiszem egyébként ki lehetne nyitni, ugye? Szélesebbre lehet, hogy arra szükség lenne. Na várjatok, megpróbálunk majd a hátulján fölmenni, félreállunk vele. Hát igen, az a baj, 12-vel megy, úgyhogy azzal eléggé lassan jutnánk el A-ból B-be. Ja, még a hátuljára kell valamit szerelni, majd mindjárt meglátjátok, hogy mi lesz az. Na, sikerüljön odaállni? De mondjuk a bulldozerre tök jó helyre álltam, nem? Ugye odébb is állok az a bulldozerre, mert ez nekem nagyon nem lesz jó. Igen, borzalmasan drága volt, gyerekek. Csak kell nekem egy olyan brutális vonó erejű gép, ami mindent is elhúz. És szerintem ez a legnagyobb vonó erejű gép, ami így most ugye Farming Simulatorban így létezik. Igen, ezzel megpróbálok valamit kezdeni. Összecsatlakoztatom, és elvileg ezt ki lehet nyitni valahogy. Aha.
és lehet, hogy lerakom így kinyitott állapotba. Aha, jó. Oké, de viszont nekem még szükségem van valamire. Erdészeti felszerelésnél van két dolog, amit meg fogunk még venni. Meg fogjuk venni ezt. Ez egy olyan, amire traktor elejére szerelhető ilyen maró dolog, tudjátok, amivel itt tudsz kimarni tuskókat, vagy valami ilyesmiket. Egyébként ezzel azt is tudod, ja, és forgács lesz belőle, szóval nagyon jó tudsz. Meg a másik, ez a Typhoon 80 AHK. Ezt is meglátjátok, beszoktok szarni, hogy mennyire jó cuccok ezek. És a Typhoon AHK-t azt fogjuk fölcsatlakoztatni. Mindjárt ezt elviszem, ez nem nagy. A bulldozer hátuljára. Jó, gyerekek, kitaláltam már. Csomót gondolkoztam, hogy hogy csináljuk meg. Az a baj, hogy a... Hát kéne hátuljára váltani. Oké, és leengedjük. Egy, és akkor föl tudjuk... Itt, na, most jó, majd sikerült. Föl tudjuk csatlakoztatni ezt. És ez egy olyan cucc, hogy ezt megőrültök, ezt meg fogjátok látni, ezt imádni fogjátok. Viszont nekünk szükségünk van még valamire, kellene nekem a Fiat Agri. A Fiat Agri egy agilis gyors traktor, ami igazából tényleg egy ilyen kis cuki, szuper kis traktor. Őt is visszaállítjuk. Ő neki az elejére, meg fölrakjuk a marót. Ezt a marót. És hozunk egy dollit, meg egy pótkocsit utána. És ő ki fogja marni a kicsi fákat, a nagy fákat, meg a bulldozerre fogjuk intézni, meg még valamit. Áh! Meg fogjátok látni, annyi minden van itt, hogy ezt megőrültek. Figyelj, ezt ki lehet nyitni a csövét, ki lehet nyitni ugye a zaratós, vagy ezt a szerkezetet, és ki tudsz vele marni dolgokat. Egyébként megmondom őszintén, Csites, mármint a legnagyobb fához is hozzáérinted, abban a pillanatban hozzáérinted, nem marad, hozzáérinted, és hogy hátra bemegy a pótkocsiba, a cucc. A wood chips. Tehát ezt nem fogom így használni, mert szerintem csites. Nem tudom, én nem azt akarom, hogy így 5 perc alatt végezzek azon az erdővel, érted? Ez egy nagyon csites mód, de van ilyen mód, vagy van ilyen szerkezet, és az apró kicsi csekmeteket fogom bele kicsapni. De viszont szükségem van megint valamire, ami nem más, mint egy dolly. Ami hol a dolly, gyerekek? Valahol itt kellene lenni, nem találom. Na, várja, vagy? Dolly! Most tényleg, az egy külön kategória, ugye? Figyeld, milyen dolly van itt. Azt a betyár. Ez nem tudom, minek a dolly a testvérem. Jó, ő lesz nekünk. Ez valaminek a, nem tudom, minek a dolly. Meg akkor szükségünk van egy pautkocsira, ami itt áll valahol. Nem itt áll. Itt áll? Nem itt áll. Ez jó is lenne. És abban szerintem nincs semmi, de belenézek, jó? Na ugye az a baj, hogy el fog tűnni, hogyha van benne valami. Jöjj, te fiúvel, mit csinálsz, hogy hülye vagy, na. Jó, ebben szerintem nincs semmi, oké. Mert akkor vissza tudom állítani, gond nélkül. És akkor ezt... Szerintem a Fiat Agri így el fogja rángatni. Bazza gyerek, oda nézzetek, mit műveltem oda, mi van ott, édes Istenem. Na és akkor a Fiat Agri ezt összekapja Dollyval, és akkor az apraját azt így föl tudja ideérni, föl tudja csettinteni. Jó, megyünk a Fiat Agrival. Igazából tényleg egy gyors, pörgős traktorra volt szükségem, nem akartam már venni. Így is bazza, 6,7 millió vagyunk. Figyeljetek, ugye több, mint valószínű, hogy én ezt így vissza tudnám termelni, tehát eladok majd mindent. Meg a fát! Az meg milyen hangja van ennek? Eladok majd mindent, a fát meg mindent, és akkor ugye vissza fog jönni az ára. Ugye food chipsezünk, meg közben... Mindjárt meg fogjátok látni, hogy a bulldozer miért kellett a bulldozert, imádni fogjátok, esküszöm. Imádni fogjátok, mindenki megy a letöltéshez, hogy úristen, ez nekem kell a bulldozert. Ott megjön a Big Badunk. Veti ezt az iszonyat nagy földet. Ferike már mondja, hogy nagyon elrúgom a pöttyöst. Hát mit akarok ekkora földek? Miért ekkora földeket? Minek nekem ekkora föld? Hát minél nagyobb a föld, annál nagyobb a haszon. Gyerekek, annál nagyobb a haszon. És ezt akarom. Akarom, hogy ez még a... Menjen, gyerekek. Figyeljetek, befektetés van.
de meglátjátok, hogy jön majd a pénz agyba főbe. Hát nézzétek meg, majdnem, hát nem, egy harmadával még nagyobb lesz ez a föld, ez egy akkora föld lesz, gyerekek. És az a jó, tényleg egy jó ötlet volt, hogy ne csináljam azt, hogy én, mit tudom, veszek egy csomó kombájnt, veszek egy csomó vetőgépet, hanem mellette csináljak mást is, ez sokkal érdekesebb. Számomra is, meg számotokra is. Na gyerekek, itt aztán van fa. És ugye, mindjárt meg is mutatom, hogy ez hogy működik. Bekapcsolom. És akkor mondjuk itt van egy ilyen... Bekapcsoltam? Be. Itt van egy ilyen, tudjátok, egy ilyen pici pálma. Na. Engedd le. Nem balt rá. Vagy nem is kell. Ezt valahogy le kéne engednem, várjál. Ezt lehet, hogy addig lecsatlakoztatom, mert lehet, hogy bele van keveredve. Aha, most leengedte. Ja, nincs hozzáférésem. Aha, várjál, álljál meg. Meg kell venni a földet. Várjátok, hozzuk a izét és hozzuk a másik dögöt. Itt egy kicsit úgy látom, hogy nem nagyon szerette ezt a sarkát megcsinálni, nem baj, majd a keeper megcsinálja. Viszont, várjál már. Ezért vagyok kíváncsi műveletre. Aha, jó, csinálja. Hozzunk még valamit. Hát ez egy pár részig el fog tartani ezt megcsinálni, de meg fogjátok látni, hogy jó ez. Hát ezzel föl kéne járni, figyeljétek, 12-vel nem kellene itt szenvedtetni. Tényleg mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért kellett nekem ez a hatalmas nagy dög. Azért kellett, hogy még az fél erdőt is én ezzel, ha akarom, akkor elhúzom. És tényleg az fog történni. Az a terv, hogy elhúzom az egész erdőt, gyerekek. Hát nem tökörészű. Hát ez nem tudom, hogy ez... Én talán nem esik le róla, próbálom így. Na hát jó van. Figyelj, leengedem a tolólapomat. Ez lehet, hogy jó, mert itt tartja, nem? Oké. Okay. Kikapcsolom a motort. Aztán mindjárt veszük a földet. Higgyétek-e, megéri? 12-vel itt végigmenni. Megbondulán. Bazen. Gyerekek, hát mi történik? Mi folyik itt gyöngyösön? Rendesen libeg az egész. Hú, hát ez nem valami jó olyan. Ez lehet, hogy kár volt ezt a... Aha, félig le van esve. Előbbre járok. Hát öcsém, várja, leengedem. Ezt akkor azt talán tartja, így. Hú, hallod, így mozog. Jaj, hát ezt nem erre tervezték szerintem, gyereke. Öcsém! Figyeld! A sárvérén átmegy a izé. Azt megy át! Ne! Nem viszed el! Ne! Emeli az elejét, van ez a kamion, hallod? Tesó! Sok ez a meló ennek a gépnek. És le ne buruljon, bazza. Jóha. Jó, ez szerintem lekockodált. Fölült az egész... Pótkocsi fölült, gyerekek. Ez nem baráti. Gyerekek, én tolom a jövőt. Figyelj, keresztbe föl kéne járni rá. Mit szóltok? És egyébként az kéne, keresztbe följárok rá. Hallod? Ez nagyon durva. Jaj, gyerekek! Kimegyünk innen, megpróbál keresztbe följárni rá.
Igen, eddig már lehet, hogy odaértem volna, tudom. De hát most már ez egy kihívás. Egy challenge. Egy keresztbe kellett volna tényleg. Igazán úgyis nincs hozzáférésed ez a földhöz. Jól van, nyugodj meg, barátom. Na, így el. Nem tudom, hol lehet a súlypontja. Várjál, ez le van engedve most a... Le van engedve, ha. Ez nem biztos, hogy ez jó ötlet volt. Mindjárt megyünk lábora, mert ez kamion megkotlik be az, amire én itt valamit csinálok. Jó, a gyerekek, van egy olyan érzésem, hogy lábon megyünk. De annyira nem örülök neki, de úgy látszik, hogy ez nem jött össze. Háj, ne! Majd de jó lett volna, hogyha el tudunk menni, de nem tudtunk elmenni sajnos. Lehet, hogy le kellett volna engednem a izét, a pajzsot is. Ezt mondtam 12-vel, gyerekek, megőrülök. Jó van, figyeljetek, mondjuk ameddig szenvedek. Megőrülök. Na várja, addig ugye beállítom így, aztán addig tudunk nézelődni, mert addig így megy. Mi a szem, csak az a lényeg, hogy más gépben ne ülj át, mert akkor ugye áll meg. Ez tök jó, ez meg itt veti, mint az őrüt. Meg kellene venni akkor kapásból a földeket, ugye földvásárlás, ez kellene szerintem, és akkor itt letermelünk mindent, fűrészt malomba, eladunk minden gyerekek, ez van. Várj, itt van az eladási pontunk, ugye, fűrészt malom. Jó, szerintem ez így jó lesz. Így, ebbe. Ezt megvesszük, jó, és akkor sorba megyünk. Letermeljük, az a lényeg, hogy mit tudom én, valami földesút itt van. Úgy láttam aztán addig. Gyerekek, a vonat elé ki kéne menni ezzel a döggel. És ennek vannak extra funkciója, a tolólap nem véletlenül készült. De várjál, meg is kéne mutatnom a tolólapot, ezt nézzétek gyerekek. Igen, a tolólap working, konkrétan az erdei talajból tudsz csinálni minek nevezik ezt? Tudsz csinálni magadnak szántóföldet. Úgyhogy ez egy epik jó dolog. Tudod arra használni, hogy mint hogyha el kellene. Hát a valóságban is, hogy az erdőben nem szántanak, vagy pedig esetleg tudjátok, van az a kampó egyébként, erre is lehet a hátuljára rakni, az a nagy böszme nagy kampó, amelyik ilyen nagyon durva mély szántást, ilyen tuskókat kihasogatja a földből, olyat is lehet a hátuljára, azzal is tudsz. De bulldozerként ugye a tolólappal is tudsz úgymond ilyen idézőjel szántást csinálni, föl tudod turni az erdei földet, és tudsz így működni. Na, és akkor beszéljünk addig erről, hogy ennek mi értelme van. Ez nem más, mint egy csörlő. És korlátlan mennyiségű fát fel tudsz szerelni rá, mármint föl tudsz aggatni, tudjátok, mint az LKT-re, mint a Jokerrel az LKT-re. Csak az a jó ebbe, hogy bármilyen traktorra jó. És azért kellett nekem nagy traktorra, hogy minél több fát föl tudjak akasztani. Az egész erdőt föl fogom jokerezni rá, szépen drótkötelekkel becsörlőzöm a seggébe, és az összeset egybe tudjuk húzni, nem az összeset, jó, de érted, most tudsz 5-10-et húzni, de hogyha egy kicsit traktorra rakod, akkor természetesen van neki hátránya. A Big Bad esetleg még jó lett volna nekem, csak azon ugye a 3 pontos, az nem nagyon jó. Figyeljetek, arra gondoltam, az epic legnagyobb létező dolgot hozzuk el, egy lánctalpas bulldozert, közben ugye tudjuk egyengetni a talajt, ha kell. Úgyhogy ez itt szerintem tök frankó lesz. Na, akkor gyerekek, mindjárt megnézek valamit. Igen, váltsunk át a hátsó egységre, a Jokeresre, és akkor be is kapcsolom. Logging winch bekapcsolás. Ezt be kell kapcsolnod hozzá, de mindjárt meg fogom mutatni. Hát itt figyelni kell, mert valahogy eltűrül minket, mint a szart. És akkor az a lényeg, hogy innen, ugye a földesút és a izé között, így mindent ki kellene durrantani. A kicsi fákat
fogom és bedarálom, ugye, woodchipsnek, a nagy fákat azokat meg vincseljük. Oké, gyerekek, ez lesz itt a projekt. Szóval a nagy fákat minden vincselünk. És ide például, hogy szépen okosba beáll a keeper, ezt mindjárt meg is mutatom. Úgy, bánunk. És akkor döntögetünk. Döntögetünk. A kicsi fákat meghagyjuk, az marad, gyerekek, itt azért vannak. Azt a betyám mekkora fa ez, öcsém. Hát ezt azt tudom, Jézus úristen, ez mi ez a nagy fa, hallod? 22,2 méter mahagóni. Jó. Azért nem látok kettőig, és azért lesz jó a bulldozer. Na figyeljetek, ha akarom, akkor ezt ránézek, és nyomok egy B-t. Elvileg. Fölvincselte? Várjál. Hát, hogy el kell raknom a időt hozzá. Láttátok? És oda kötözte. Ugye? Oda, ott a drót kötelünk. Fogjuk a másikat, ezt is. Fölvincseltük, és tudunk olyat csinálni. Fölvincselte a másodikat? Föl. Ja, a másikhoz kötötte, igen, sorba köti. Tudok olyat csinálni, hogy tudok húzatni. És itt jó, hogyha nagy gépünk van. Így is elakad valamibe. Az a baj, hogy a tuskók meg az ilyenekben, meg a más fákban ugye el tud akadni. Figyeljetek, fölvincselek mindent. Kipróbáljuk. De most ilyen nagyon brutális benyomjuk. Mindent, amit kivágok, azt fölakasztok utána. És ezért gondoltam, hogy nagy gép kellene. Na, kivágtunk mindent itt? Itt van még egy ilyen... Ez mi? Ez ki? Nincs, ez ki van vágva, jó van. Na hát nézzük meg, hogy mi fog történni. Hol van a... Bulldozer? Azt nézem. Valami túl nehéz, azt írja. Az igen, azt... Akkor melyik a túl nehéz? Várjátok, akasszam le. Nehogy már túl nehéz legyen. Itt meg az vannak érdekes dolgok. Az meg ettöri mindjárt a lábamat. Hogy tudom leakasztani? Várja, meg kell nézni. X. X-et tudom levenni? Ja. Tudom izajönni a B-vel. Jó, ezeket bocs, ezeket rá kellene jönni, hogy hogy így vannak, de itt... meg ezt esetleg, azt hiszem, hogy tudok olyat, hogy az összeset eldobja. Shift B. Na nézzük, húzzunk valami normálisabbat, tehát ez egy kicsit... Az a baj, hogy ilyenkor kellene azt csinálnom, hogy fogok, ráváltok erre. És akkor, hogy lássak valamit, szépen kidarálom itt a... Ledarálom itt az ajnövényzetet. Nem? Ez itt nem lenne egy rossz ötlet. De itt van kapásból egy fa, ami zavarja a dolgainkat. Meg nem ártana kituskózni se. Gyanítom, hogy a tuskókba azért el tudunk akadni. Vincselés közben. Még nekem is ezt szoknom kell, meg rá kell jönnem, úgyhogy próbálkozik a keeper erre. Nem is lát semmit, és ez tök jó, hogy a bulldozert hoztuk. Így akkor szépen tudjuk. Hát tudod, és akkor látod, hogy ott a tuskó. Ez tök jó. Lehet, hogy azt kellene, hogy először föltúrom az egészet.
Aztán, ami megmarad, akkor látom, hogy mi, merre, hogyan. Egyébként ez, bírom ezt a buldózert, nagyon ezt akartam. Ott van egy tuskó például. Az a gond, pont skorpió nem tudja kezelni ezeket a fákat, úgyhogy hogyha arra gondoltok, hogy fú, miért nem pont skorpió, hát ennek csak ez az egy oka van, semmi más sajnos. Ugye azzal, ami a fiatagri elején van, azzal tudnék csinálni dolgokat, de az meg valahogy úgy érzem, hogy nem igazán lenne hiteles. Nekek itt valahogy csináljuk egy ilyen rendszerezést. Próbáljuk meg már elhúzni a fákat. Igazából az az érdekes, hogy lehet, hogy ez a mincselő szerkezetnek, ha nehéz a cucc, akkor hiába is csinálok én bármit. Ha majd mindjárt kiderül. Mindjárt bemegyek ide, bebújok aztán. Megnézem, az a baj szerintem egyébként, hogy itt vannak ezek a tuskók is. Úristen, mi van itt, bazzek? Ki kéne húzkodnom innen ezeket, nem? Be kellene izajérnem, be kellene vincselgetnem. Egy. Sőt, akkor nem, ugye tudok távirányítással is. Úgyhogy próbálja meg kihúzni. Be kell kapcsolnom. Ó, te fi. Na most vonszolja, jó van. Mindjárt ráakasztok mindent, csak ne akadjanak el. Szerintem csak annyi probléma volt, hogy elakadt. Oké. Okay. Nézzük még fát. B. Ezt le tudja vincselni? Tudod, és tudja. Rá kéne akasztani ezt a nagyot. És még mindig tudja. Nézzük meg. El tudjuk-e húzni. Aha. Na, mégiscsak működik a projekt. Oké, gyerekek, így a fél erdőket. Előbb-utóbb rájövünk normálisan, hogy ezt hogy kell csinálni, és ugye az eladási pontra fogom szépen és behúzom ezeket. És akkor nem kell azzal vinkódnom, hogy földarabolom, vagy akármit csinálok vele. Csak itt remélem, hogy itt ezt át tudjuk húzni, nem akad el. Jó, nem akadt el. Az eladási pont az meg ugye ott van. Gyerekek, hát az igaz, ez nem egyszerű. De mondjuk nem annyira veszélyes, én úgy gondolom. Ugye megnézzük, mennyit kapunk ezekért a fákért. Ujjjjj! Azt hittem elakad. Lehet, hogy egy eladási pont... Jaj, oda rézi! Beakadt! Azonnal sose jön ki, gyerekek! Azonnal sose jön ki! Meg... Te Isten! Na, de kijött. De figyeld, ugyanoda be fog menni. Még jobban beékelődött. Jaj, de jó! Na, indulj meg! Gyerekek, ez nem egyszerű így. Nem rossz az ötlet, de azért nem szok ki vele. Nézzük. 11 ezeret kaptunk. Nem lenne ez rossz szám, öcsém? Meg arra figyeljünk, hogy amikor átmegyünk a sinen. Nem lenne ez rossz, csak itt azért okosba kell csinálni ezeket a vontatásokat. Mert igazából szerintem egy csomót el tudnánk mondatni, ha értelmesen csinálná a képer, ugye? Meg lehet, hogy innen kellene behúznom. A vonatról nagyon vigyázzó. És direkt nem állítom meg, mert akkor meg az olyan furi lenne. Na figyeljetek, az a lényeg, kivágom, akkor kapásból tuskózzunk. És mindig úgy vágjam ki, hogy ellentétesen burítsam, jó? Ezekre figyelünk, és akkor szerintem jó lesz. De olyan ajnövényzet van itt, hogy ilyet még nem láttam a játékban. Ugye, kivágom, instant tuskózás. Oké? Másik. Mert nem maradjon ott a tuskó, mert abba elakad, akkor vége a bulinak.
Oké. Mert a vincselés. Hol van a másik fa? Mert a vincselés. Nézzük meg. Húzzuk meg őket kicsit. Jó lesz. Bérköltségek jó, nem számítanak. És akkor azt kell csinálni, hogy itt például, itt is kivágni ezeket. Ugye kettőt húzunk ám, ezeket is kivágni, és akkor szépen ezeket is fölvincselni. Tuskódás. Tuskózni nem felejtsük el, és akkor utána azt a betyát, mekkora ajra védve van. Tuskózni nem felejtünk el, akkor utána mehetek, utána tudom dozerolni ugye a terepet. Ha meg esetleg marad fa, akkor azt meg tudjuk. Hát lehet, hogy azért nem is kellett a, tudjátok, hogy mi. A fiatagri, megképzelhető, ugye? Na nézzük. Mert a vincs. Valahol még volt egy böszben nagy fa. Ez is mehet a vincs. Hát ugye a fiatagri ezeket nem igen húzingálta volna, azért nem ártott, hogy hoztunk egy ilyen nagy dögöt. Vágjátok, hogy most már mi volt a lényeg, miért kellett egy ilyen dög. Úgy, ott meg kimegyünk, jó? Iha, megakadt. Ja, nem én akadtam meg a tollapomba. Jó, hát akkor ez úgy van, hogy bármennyit, szerintem bármennyit rá tudunk kötni, amit a gép elbír. Oké. Ne se kell akasztani, eladom és akkor ugye le is akar. 9000. Jó, ez jó, ez egy jó, ez egy jó cucc. Ez egy jó cucc, gyerekek. És húzhatunk innen esetleg. Jó, ez nem rossz ez a dolog, nem lesz ez rossz. Egy kicsit lassú. Egyébként, ha lenne eszem, akkor azt csinálnám, hogy kb. Mindig izével mennék. Leeresztett tollappal, nem? Aztán akkor ezeket így tudom így közben pusztítom itt a területet. És akkor azt nem kell felszántanom. Na, jöjjön az. Ugye azzal az izével, az a fiatagrival nagyon egyszerű lenne. Mert tényleg hozzáérsz a fához, és akkor befröcsöli hátra, és eladod, de hát azt meg tényleg úgy érzem, hogy az azért olyan nagyon csites, nem? Hát azért itt lesz meló. Tényleg? Vagy pedig később tuskózzak most már, de én nem tudom, hogy mi lenne a jobb. Figyeljetek, azt csináljuk, hogy fogunk egy ilyen, nagyon sokat megpróbálunk most fölkötni, jó? Beállok ide. Kivágok mindent. Csak megint rá kell váltani a hátsóra. Be van kapcsolva, be elvileg. Kivágunk mindent, azt mindent fölkötök. Mert az elsőre se jött össze nagyon. Egy föl van. Az a baj, ha a tuskokba elakad, akkor van baj. Kettő föld van. Na álljál meg, most egy gurulj el, bazzi. Aha, ez túl messze van neki. Szerintem. Oké, okay, megpróbáljuk ezt. Mert ugye úgy van, hogy egymás után kötött. Tehát nem úgy van, hogy külön drótokra. Külön drótkötelekre, hanem egymás után kötözgeted. Jó, ugye ez meg volt. Szóval itt összefűzöd. Oké, most viszont aztán mindent is húzunk. Jó, ez nem rossz. Na és akkor azt csinálom, hogy itt is, ezt a kettőt is. Amit bírunk, gyerekek, tudjátok, hogy így végigmegyünk, azt mindent fölkötünk. Csak az a baj, hogyha el kell engedni, akkor lesz baj.
Döntögessünk. Ugye el tudhatnám tüntetni a fákat a lumberjack móddal, de igazából pénzt is akarok keresni. Oké, ezt fölkötöttem. Ezt is fölkötöttem. Gyerekek, ezért kellett a nagy gép, na. Meg ugye ez tud ilyen izét is, hogy dozerolni, úgyhogy ez is tök jó. Figyeljetek, menjünk még. Menjünk még erre el. Ah! Na, itt van, most már látjátok szerintem, hogy mi a lényeg itt. Ezt is ide jövünk. Jó, bombázzuk ki őket. Ezt kötjük oda. Majd a tuskókat kiszedjük a végén. Meg azt esetleg a tuskókat meg tudjuk csinálni a idejével. Fiatagrival. Na. Jézus Isten, ez nem lesz erős? Gyerekek, hú, azt mondjuk ott az a tuskó, az pont így megtűzöd volt. Figyelj. Jó, inkább ne legyen belőle gond. Beletűz a fa, akkor baj van. A bulldozer. Az egy erős gép. A Keeper nem kis pályázik most épp. Hát igen, azért ez nem rossz. Úgy gyerekek, ez nagyon jó. Hát figyelj, itt végigmész. Mész egy kört. Aztán Isten álljon. Na, ugye itt ezt a kettőt is. Ez nagyon jó. Egy kicsit nehezen indult meg. De úgy érzem, hogy elkaptuk a lényegét. Ugye ezek a fák, ezek nem telepített fák, és emiatt eléggé ratyi a izéjük, a pénz belőlük. Ezt nem tudja valamiért, miért nem tudja. Hát, hogy távol vagyunk tőle. Á, ezt fogta, jó. Várjátok, ezt egy kicsit elmozdítom, mert hát igazából ezt el is tudnám, így. Ami úgy nagyjából a... Oké. Arra nézni, a hülye állat. A hülye állat, mi? Jó, majd nyomunk egy kört. Na most így már érezni, hogy mi volt a Keeper szándéka ezekkel ezzel a bulldozerrel, szerintem. És ez tényleg egy fiatagri, azt így ugye itt lekotkodálna, vagy bármi. Jó. Ezt kivágom, ezt a tuskót, mert... Egyébként ugye lehet csörlőzni, csak az a baj, egyszerre csörlőz mindent, ahogy észrevettem, és ez egy kicsit ugye azért meg tudja keverni a dolgokat, azért nem nagyon húzkodom őket csörlővel. Na mi van? Ja, itt az a... Neki mentünk valaminek, na várja. Meg ugye lehet engedni a csörlőn, tök jól meg van csinálva. Figyeljetek, megyünk egy kört. Ne megyünk még arra. Nem miért ne? Ezt meg rádöntöm erre a kupócra, azt ezt is, ez is jöhet. Meg közben írtam az erdőt, meg... Mondani, ez lehet, hogy nem jó, hogy keresztben van. Majd igazodik talán. Ott van egy pici, ej, a bálepedók. Ott. Jó, te, jelent. Figyelj, ezt a kicsit is, gyerekek, nem áll. Minden egyes gaj száll itt. Hát kösd rá kívből. Hallod? Drótkötél. Nem feszül mi. Azt a betyár, itt egy folyó. Erre azért vigyázzunk. Na gyerekek, ez volt a terv, ugye? Ez volt a terv. Csak ha ezzel akad, akkor nekünk végünk van. Na, ezt is ráborítom a depóra. Drótkötél alá, mikor feszül, levegyük be, levágja a fejünket. Ezt akkor lecsapja a fejedet, úgy elrepül a fejed a izébe, a folyóba. Úgy van, még egy Joker. Na, ezt a kettőt még azért ide fölveretem. Hát ez nem tudom egyébként, hogy mi lesz ezzel a sok fával. Hogy fogom én oda behúzni, de jó van, megpróbáljuk. Na, itt a folyó mellett van még egy-két ilyen kisebb csenevészfaj. Cserevész falat, hogy? De most nem azért, most ilyenkor gondoljuk vissza, emlékeztek, hogy kezdtük?
Kuglira vágtuk a fát. Régebben. Van még egy fa, nem? Kuglira vágtuk a fát. Alsó villakor. Azt dobáltuk fel kézzel. Ó, jaj! Jaj! Ezt nem, nem várjatok, egy kicsit odét húzom, ne haragudjatok, de nem akarja elérni. De miért nem érje el? Lehet, hogy van egy bizonyos Joker mennyiség, amit tud. Ez nem jokerezi be. De why? És nem mondod leesett. Oh my god, jó, majd valahogy kirángatjuk. Odaállunk, azt kirángatjuk, jó? Nem akarom felrakni kézízével, mert megköveztek már. Ó, viszont a másik oldalt a pálma. Ez a pálmafa. Jó, még egy hülye vagy állat. Jó, van, visszafordulunk, mert meg akarunk valahol kisebb okozom, hogy mi történt. Ez se akarja. Nem az, egyébként csak annyi, hogy túl messze van. Akkor nem akarja. Na jó, a gyerekek, visszafordulunk valami nagy évbe, mert itten baj lesz. Jó van még ezeket a kicsiket, nem? Itt a, ezen az oldalon lesz. Úgyis el akarnánk. Hallod, mennyi Joker, meg minden jön? Ezt is még hozzákössük. Az a baj tényleg, hogyha a tuskokba el akarunk, akkor lesz a baj. Okay. Na, lehet tippelni a gyerekek ezért, mit fogunk kapni pénzt. Figyelj, mekkora egyébként ez a gép. Brutál, nem? Na jó, nyomok egy Mad Max-et. Nyomok egy fordulót. Mondjuk a maradék fát, ami így visszafele van, azt már összekaphattam volna. Azon gondolkodok, lehet, hogy egy kicsit vincselek rajtuk. Aha. Azt a betyár, öcsém! Láttátok? Hát rendes... Rendesen gyulladt a izé. Ugye Jézus. Azt írja, hogy túl nehéz, nem tudja vincselni. Látjátok, itt rátolatok, azt úgy. Azt írja, túl nehéz, nem tudom vincselni. Hát nem csoda, basz. Jézus, hallod? Erdő. Jön az erdő. Na valahogy okosba be kell oda vennünk ám. Jó, én... Ne, jaj, ne. Azt lehet, hogy ki kell vágnom, ha be akarunk. Hű, öcsém! Hallod? Olyat ránt rajt, hogy a három pontosról nyúlik a izé, a felszerelés, gyerekek! Ez nagyon beteg. Jó, van, fölemelem itt a... Na, a sint azt nem kéne eltóni. Csak ne jöjjön a vonat. Hallod, ez megakad. Szíja, szakad itt minden. Hoppá! Jézus Isten! Jézus Isten! Azt amúgy... Nem találok szavakat, komolyan mondom. És pont jött a barát! Mennyi volt az annyi? 35 ezer gyerekek. Várjál, itt maradt egy-kettő. Ezt bevincselem. Hallod? Ez több, mint durva, nem? Ez a szitu, amit én itt tolok. Várjatok, bevincseljük ezeket. Ez a három van? Nagyon jó cucc, nagyon jó. Na, mondtam én, hogy nagyon érdekes és különleges dolgot hoztam nektek. Hát remélem, hogy meggyőzött benneteket. Oké. Okay. Jó, figyeljetek, ez sikerült. Jön a lóvé ám, jön a lóvé. Szerintem már egy a 60-70 ezerbe jött. Meg hát az a lényeg, hogy ugye a terület tisztuljon is. Elmegyünk a legvégébe. Ki kéne vincselnem a fát a folyóból. Beállítjuk a izét, ezt engedjük már le. Ezt menjünk olyan helyen, ahol még nem. De látjátok, itt tök jó, mert... Hoppá, na, itt van egy izé, itt van egy... Na, a tuskó, látod, és ezért érdemes lett volna kivágni őket.
Úgy megakadunk benne, mint az állat. Na, el kéne menni a túloldalról meghúzni mindent. Ott még vannak. Az lesz jó, gyerekek. Meddig terjed ez a föld? Megnézem. Figyelj, micsoda szántásokat itt műveltem. Na, ez meg bazzeg, oda nézzél, leszántam. Ezt mondtam egyébként, hogyha be akar ide. Jó, most egyelőre, most ezzel nem foglalkozom. Most ez nagyon élem. El kell menni egész a végig. Hát figyeljetek, hol lenne érdemes? Itt lenne ugye érdemes izajönni. Akkor tovább nem is nagyon kell menni. Jó, akkor tovább nem is nagyon kell menni, mert azt már nem érdemes felszántanom, mert ugye az már ilyen visszaforduló lenne. Ki kell húznom a folyóból, meg akkor ott, ami maradt, azt így kiszedem, és akkor mehetünk a következőre. Ezt meg tudjátok, hogy kéne megindulni onnan, és mindent így felakasztani rá. Honnan kezdtünk, gyerekek? Lapáttal mertük a vizét, a szart. Hallod? Meg a füvet. Ezt izéve 1,4 millió eurós. Másfél millió eurós. Ilyen, nem is tudom, ilyen... Ez mennyi? Ilyen közel 1 milliárd forintos bulldozerrel veretjük, gyerekek. Na, itt mondtam, hogy akkor ezt úgy kellene majd megoldani. Hát nem tudom, ezeket már figyelj, a pálmafa, három pálmafáig elmegyünk. Meg akkor ki kell húzni majd a fát a vízből, vagy valamit kiokkumulálni. Igen, valószínűleg eddig fogom felszántani, csak... Hát nem... Azért. Addig a itt... Összeszedünk itt meg mindent, hallod? Nem? Majd ezt beszéltük, hogy... Na, az a gond... Hogy itt már látod? Ott már van. Itt már bánya van. Jó, nem baj. Ezeket összekapom, ezeket a fákat, mindent, jó? Kivágok, ez még az enyém. Meg a te, ugye a bánya is az enyém. Itt. Ja. Figyeljetek, ott meg azt csinálom az egész izét, hegyvidéket, mindent. Az egész összes fát megpróbáljuk meghúzni. Jó, srácok. Na, ide betolatunk kokosba. Aztán akkor mindent is viszünk. Menj. Mert a Joker. Mert a Joker. Mi van itt még? Kocsiba, vagy be kell szállnom, mert nem látok kettőig gyerekek itt. Na. Jó lesz ez így. Ezt is. Kb. Oda kell megállni, és akkor ugye befűzi a többihez. Hát ezzel lehet haladni, azért úgy gondolom így eladás szempontjából. Ugye sajnos nem egy hatalmas nagy üzlet ezeket a fákat eladni, mert ugye ezek nem ilyen... hogy nem ezek milyen fák? Nem olyan fák, amik ugye... Amik ilyen... Te ültetted, és az olyan... és nem az én földem. Hát jól van, gyerek, tudom. Majd az enyém lesz, mert megveszem azt is természetesen. Ó, ott van még ide. Van még egy fa ott a szélibe. Gyerekek, erdőírtás level 2826, hallod? És az a durva, hogy amikor már nagyon sok van rajtunk, hogy rángatja ezért a pajzsot. Ez is megy a levesbe, csak ne a folyóba menjen. Ja, amint kivágtam, már dobom is rá a Jokert. Ugye LKT-nél is használják ezt meg igazából ilyen forwardereknél, vagy ilyen, ilyen a placra kihúzkodós gépeknél szokták használni. Ezt a technikát ugye, hogy összeakaszgatják. Ez így működik. Úgyhogy ez nem mit tudom, ez nem egy csoda dolog. Bár szerintem ezt a vonópadot, vagy azt a... Ezt az eszközt, ami ugye be van akaszt... Na, kökapcsoltam a lámpát, én hülye. Jokert akartam rárakni.
Azt szerintem szétszaggatná, hallod, ez a bulldozer, azt szétszaggatná. Ezt nem kellene, nem kellene azzal gondolkodni, hogy hogy húzza el, mert azt letépné a bulldozerrel. Ennyi foma. Ennyi fát hallod így. Eddig elmegyünk. Azt a pici fát lehet, hogy elhozom kézbe. Itt, ja, itt van, milyen, ja, hogy ilyen izé jól, mint dom, haza. Ezt akkor hogyan megyek oda fölre? És miért nem indulunk el? Ja, mert ez annyira megtűzött? Megpróbálunk fölmenni oda, vagy megpróbálok legalábbis fölmenni. Azt a fát, azt így szeretném. Na, Dezső, vagy valamit csináljál magaddal. Fölemelem a tolólapot, mert úgy látom, lehet, hogy az sok neki. Meg itt a tapadásunk is elfogyasztán, vannak bajok. Oké, na, így most jó. Jaj, ez egy ilyen milyen jó keszekuszafa. No problémo, képe megoldotta. Egyébként ez szerintem a föld alatt van, úgyhogy a többi részét így kituskózom. Itt is használták a föld alatti fa dolgot, de azért levágtunk róla pár ágat, amit ugye utána tudtam kötni a verdának. Jó, ott a folyóparton maradt egy pici fa, az ott rohadjon meg. Most az a lényeg, hogy mindent így el akarok húzni egybe. És ugye nagyjából egy kupacon legyenek. Ugye nem egy... De legyen a jokerezés olyan nagyon szép ágazó. Itt belül is van egy pici fa, nem? Vagy mi van itt? Ó, hát ez nagyon jó. Ez meg mi van itt? Ezt ki a kivágtam, csak ág. Na hát igen, ide kellett azért egy ilyen gép. Tényleg kellett. Na, és hol van a... Fa a vízbe, ott van benne. Hát azt lehet, hogy nem fogom tudni kiszedni, majd mindjárt kiderül. Bezuhanni nem kellene. Ezt úgy gondolom így. Mindenki egyetért azzal, de azért megpróbálok oda járni, hogy ne úgy kelljen kiszednem. És ugye nem musz, oda rakod a Jokert, ahova akarod. Ugye érdemes a tövére, hogy ne visszafele húzd a fát. Hát itt ezt megnézem, elmegyünk ide, amennyire tudunk. Azért elég veszélyes móka. Mert ha a többi fa is bezuhan, akkor lehet magával rántja a gépet. Jó, nem megyek, megnézem. De lehet, hogy azt nem fogom tudni kiúzni innen. Nem, ezt figyeljetek, ezt kidobom, jó, hogy ne az legyen, hogy itt marad egy fa víz alatt. Mert az engine-nek se tenne túl jót, úgyhogy megpróbálom. Valahogy kimókolni. Bocs érte, de nem hiszem, hogy jó tenne nekünk, hogy egy... Most például hol tűnt? Az életben nem találod meg többet. Ez az? Lehet, hogy nem. Most odébb kell vonszolnom az összeset, mert nem tudom, hol van az. De lehet, hogy bele is akadt. Majdnem le is estünk oda. Na jó, azt meg kell hoznom. Úristen, hát majd... Jézus, Úristen! Amikor itt tépi le a izét, azt a vonó pajzsot. Jaj, az nem az. Az nagyon beteg, durván néz ki. És igen, tudnám hordani kézzel, meg beszórhatnám, meg tudnék ilyen trükköket, de azért annyira nem akarok. Az is egy elég gáz, hogy így hordom, de hát... Na... Van még valami itt tud közben? Van? Aha, jó. Oda néz... Ajjaj! Ezt érdemes megnézni gyerekek, amikor itt csavar egyet ezen a pajzson. Mert már nem tudja, hogy mit csináljon. Hát tudjátok, mekkora erők léphetnek itt fel? Na, oké. Egyébként érdemes. Halljátok, így megtépném. Figyeld! Nem, nem szabad! Nem szabad! Hallod? Ugye a Farming Simulator 22... vagy a 19-ben, vagy a Farming Simulatorban nincs olyan opció, hanem nincs olyan lehetőség a fizikában, hogy elszakadás. És emiatt, hogyha ilyen extrém erők lépnek
kölcsönhatásban, akkor ilyen dolgok történnek. Hogy így a fizika konkrétan nem tud mit kezdeni magával, és az a vonó pajzs az így le akar szakadni a helyéről. Ilyenek, igen, jó, oké, elhúzom, beviszem, nem, többet nem akarok fölvenni, mert nem bírja már. Jó, megyünk. És nézzétek, ezt tudjátok mennyi fog? Sok. Na. Azon gondolkodok, hogy kellene bevinnem. Jó volt az az előbbi? Jó volt az az előbbi? Csak nehogy elakadjak ebbe a fába, mondjuk ezt meg is vehetném, és akkor nem lenne ilyen probléma. Vonat ne jöjjön, lehetőleg, mert akkor nagy baj van. Akkor extrém durva nagy baj van. Jaj, ne arra megy. Jó, fordulj. A ordókat földöntöttük. Vonat nem jött, jó van. Hát igen, ezt gyerekek, az nem nagyon bírta volna az a gép, amire gondolunk. Jó, és itt ezt megálltunk. Figyeld! És ez... Na, ilyen erők hatnak itt egymásra. Ez mennyi volt? 40 ezer. Ó, és el is ment az összes. De jó, örülök neki. Meg jó, hogy a pajzsot magasra tudja emelni ugye ez a gép. Mert így... Mert így ugye nem annyira akad el. Ugye fölfele emeli, akkor ugye azért áthúzza a dolgokat. Na gyerekek, tök jó, jó haladunk. Annyit kellene csinálni, hogy szerintem itt, amik vannak, azokat az alsó fertályba még ezt így összeszedni. És akkor a következő földet is vehetjük meg majd. Ami azért elég brutálisan nagy lesz szerintem. Jaj, de egyébként nagyon örülök neki ennek az egésznek, jól haladunk. Itt is maradt fa. Figyeljetek, ami maradt, meg egy-két ilyen tuskószerű akármi van, azt meg szépen lemaradjuk. Megnézzük, hogy az hogy működik, jó? Na, kicsit előbbre. Eldöntjük. Most már egész jól belejöttünk, ugye? Oké, okay. Joker ment, a vonat jött. Jó, kivagdossuk. Egyébként a kisebb fákat itt hagyhattam volna, és akkor azt meg elmaradtam volna. Lehet, hogy az még jobb megoldás lett volna, lehet, hogy húcsütve többet érne volna az egész. Meg kell húznom arra egy kicsit ezeket. Ez a bulldozer, ez epik jó. Nekem ez nagyon bejön. Ez egy hasznos dolog. Ugye, vagyunk itt. Ja, meg tolni is el tudnánk, ugye? De tolni nem akarom, mert az még bonyolultabb lenne. Na, itt a kettő közé behúzom, és akkor rácsatolok. Hát ez lehet, hogy messze lesz. Na, várjál. És ez tényleg egyre messze van? Jó, ez messze volt. Ez nincs messze. Oké. Húzhatjuk tovább. Itt van kettő, meg ott van egy darab fa, és akkor igazából megvagyunk, és utána akkor megnézzük ezt a maratást, hogy ez hogy van. Jó. És ugye a maradékot meg el tudjuk adni majd woodchipsbe, ha úgy van. Ez itt már ki is van vágva. Jó, most ez eléggé szertágazó lett ez a jokerezés. Remélem nem akarunk el, meg minden rendben lesz. Úgy hallom, ez is föl atacsolódott. Oké, okay, kettő darab fa van körülbelül, vagyis kettő ilyen facsoport. És ez 12-ben gyerekek, ez húz mindent. Ez a bulldozer. Ez nagyon epik lett. Hát ez nem csoda, hogy nem húzta, nem vitte el a kamionon. Ez hány tonna lehet egy ilyen? Szerintem egy bőven megvan egy ilyen 50 tonna, ugye?
megnézem ezt a komi, vagy azt a... Mindjárt ránézek, komolyan mondom, tök érdekel. Aztán... Kicsit informálódnánk. Mindjárt meg... Komolyan mondom, megnézem. Várjátok, hol a telón? Ez a D11-es bulldozer, ránézek, fel érdekel. Mondok róla mindjárt infókat, jó? D11 bulldozer. Na, meg elmondom róla, hogy mi az, ami, amit lehet tudni. Ez elvileg a Caterpillarnak egy bulldozere, hogyha jól látom. Érdekes, nem látok rajta Caterpillar, hanem ezt az MNC látom rajt. A 850 lóerő default, azt írja. És ennyi a leírás róla. Ilyen egy borzalmasan hosszú leírás van rajta egyébként. Jó, oké. Hát sokat nem találtam róla. Találnék biztos, csak nem ezzel akarom húzni az időt, bocsánat, érte. Húzunk mindent, ezt az egyet még fölkapjuk, és akkor ez meg is van, és megpróbáljuk, akkor kipróbáljuk a marót is. Hát ezt eléggé challenge sikerült fel a Jokereznem, az ellen is számít, ugye, tök jó föl lehet, hogyha nem ilyen hülyén csinálod. Na. Oké. Meg vagyunk, nem? Húzhatjuk be az udvarba. Valami vonat hang van, nem? Hát, ha dudáld volna valami vonat. Tényleg nagyon fosok egyébként, ugye eltrafál minket. Eddig mindig szerencsém volt. Ugye a drótkötélt elkapnám én, köztem meg a fa között, ez úgy izgi lenne. Jó van, megúsztuk szerintem. Így, kifordítjuk, befordítjuk. Ugye vonattal is lehet ide fát hozni, az. Tehát itt nem fölpakolni lehet, hanem ugye itt el tudsz adni. Figyelj! Oké. Oké. Na, jött be egy kis pénz azért. Oké. 22 000 pénz megint. Hát gyerekek, bőven egy ilyen 100-150 000-et kerestünk most ezzel. Azt akarom megnézni. Hoppa, itt volt, itt maradt egy fa. Ez nem az enyém? Hát ez lehet, hogy még az enyém volt. Na, de legalább akkor megmutatom, hogy hogy működik ez a wood chipses dolog. Meg is állok. Leállítom, mert zobál biztos, mennyi üzemanyagot evett. Hát, annyira sokat nem. Ugye megnézzük ezt a wood chipsesőt. Azzal egyébként ilyen borzalmasan egyszerű lenne, csak azért nem akarom, mert az meg ilyen nagyon csitesnek érzem. Egy hozzáérsz a fához vele, és akkor már... Hát, most pont nem. De lőtte, nem lőtte be. Nem lőtte be a woodchipsnek. Úgy látom, a tuskózáskor nem. Tudod használni tuskózásra, de tudod használni arra, hogy a kisebb fákat, vagy akármilyen fát, ilyen tudsz tüntetni vele, figyeld, mindjárt mutatom. Bum. És akkor bement 20 000 faforgás. Ami, megmondom őszintén, hogy egy kicsit én nagyon csipnek érzem, és hozzáérsz a fához, és akkor instant faforgás lesz belőle. Úgyhogy szerintem ez egy kicsit azért problémás, nem? Vagy... Meg ugye tudnám azt csinálni, hogy kidöntöm az összes fát, és akkor faforgácsot csinálnak belőlük. Egyébként csinálhatnánk azt, hogy a kicsi fákat kidöntöljük, abból faforgácsot csinálunk, a nagy fákat azokat meg elhúzatom, nem? De most tényleg a kicsi fákat azokat mi a szarnak?
húzzam be nagy fákat, megértem, hogy érdemes lenne. Tényleg lehet, hogy azt kellene, hogy kicsekmetelek, az bedarálom, a nagy fákat azokat meg behúzom, és akkor nem minden kicsi fát húzok, nem? Lehet, hogy az jobban megérné. Na, akkor várjátok, mi a szitu? Akkor ezt a területet már így ledaráltam. Mindjárt megnézem, milyen magasból tudod-e. Van ez a dekoráció, életem ezt szereti a keeper. Na, akkor ezt így már le van pucolva. Egyébként elég gyorsan. Ez a rész, ez már egy kicsit nyűgösebb lesz. Azért itt van bőven, de azt tervezem, hogy ilyen epik sokat megpróbálom. Kettőbe megpróbáljuk lehúzni, hogy mit tudom én így. Elfelezzük ezt a területet itt. És akkor megpróbáljuk lehúzni egyből. Mint egy kettővel, két húzással az egészet. És akkor behúzzuk, eladjuk, kész. Megvan oldva. Meg ugye itt van, még ezt is meg kell venni, ezt is körbe kell húzni, de hát azért annyira nem lesz annyira veszélyesen nagy munka. És akkor utána leszántanám itt ezt így, eddig körülbelül, úgyhogy egyenesen ki tudjuk menni eddig a sarokig. Így valahogy. És akkor innen, hát ja, itt lesz benne egy törés, lehet. Viszont akkor utána meg így. Így valahogy. És akkor ez még hozzácsapódik ahhoz. Ami már el lett vedve, úgyhogy ezzel is kell foglalkoznom majd. Viszont, ja, nem tökéletes minden. Mivel ugye itt ezt a részt nem betette. Úgyhogy ezt gyorsan beleugrok. Ami elmaradt, azt nagyon gyorsan megcsinálom. Nem olyan túl sok maradt el, de azért van olyan rész. Például itt van egy csík. Ami nekem nem fáj, hogy itt ez nincsen elvedve. Tudom egyébként, hogy ez most nem a legnagyobb üzlet, hogy én ezt így lehúzom. Meg akkor mindjárt ránézek, hogy még hol van. Mindjárt. Igen, itt vannak ilyen kis problémák. Itt van egy ilyen rész, amelyik úgy gondolta, hogy ez nem kell. Nem is értem, hogy miért. Ott, ja, valószínűleg domborzat, látod? Domborzat. Jó, az nincs semmi baj. És akkor... Hát ez hatalmas ez a terület, gyerekek. És akkor még ez hozzá... A 10-es, 9-es az így bele fog veszni. Így lesz. Innen... Súgy. Így valahogy. Súgy. Nem tudom, jó lesz. Egyébként legszívesebben még ezt a 21-est, meg itt a mellette lévőt, azt még hozzácsapnám. Úgy gyerekek, az még így jó lenne, nem? Itt. Ez a rész. Figyeljetek, ezt el kellene indítani a gépi munkással, hogy szenvedjen. Én meg megnézem, hogy itt mi van. Itt mellette, ez alatt. Itt ez alatt van egy föld. Úgy gyerekek, ezt még hozzá lehetne, vonattal kéne valamit csinálni. Ezt a 21-est, meg ezt a fölötte lévőt, ezt még hozzá veretni. Az a baj, a vonatcsin az eléggé problémás tud lenni. Viszont pont itt egyébként nem valami nagy üzletet csinálni, mert ugye itt ezt a kicsi részt, ezt lehet, hogy inkább érdemes lenne ugye egy eltüntetni, vagy nem tudom. Ezt egyébként most meg már le fogja szépen vetni. Jó, itt van egy kicsi rész, amit nem vetett le. Egyébként azt lehet, hogy érdemes lenne inkább akkor átalakítani. Sőt, azt is fogom csinálni. Nagyon gyorsan. Amit nem vetett le, hát az tök érdemes azt csinálni vele, hogy akkor azt levágod ezt a sarkot, nem? Mert ott azt valószínűleg soha nem fogja. Érted? Itt akkor megcsinálod azt, hogy itt lecsapod. És ez szerintem egy jó megoldás lenne. Füvesre. Nem tudom, melyik fű volt az. Van ez. Jó lesz ez, gyeki gyerekek. Érted? Most, hogyha egyszer nem vetettel, akkor soha nem fogja, és akkor az csak idegesíteni fog téged mindig. Hogy akkor ide kell jönnöd. És akkor így meg van oldva. Ezt nem veti-e, nem veti-e. Mindjárt jobb, nem? Szóval akkor itt tud fordulni, nem akadály... Ugye azért nem vetett el, mert itt akadályozzák a különböző objektek, amik itt vannak. Azt mondom, hogy jó, mit csinál ő itt? Végzett, úgy gondolja. Hát akkor nem
Ezt rosszul gondolod, barátom. Itt azért még van meló. Ugye Keeper Papa megcsinálja, gyorsan lehúzza. Meg akkor erdőirtás folytatódni fog tovább. Szerintem ez egy jó megoldás. Ugye az a baj, Pontskorpió nem tudja kezelni az ilyen fákat. És megpróbáltam, gameplayen kívül most már azért az ilyen nagyon necces dolgokat így megpróbálgatom. Pontskorpió nem tudja kezelni az ilyen fákat. Az autólodos pótok is néha belekeverednek, meg autólod az valahogy olyan nem túl stílszerű, úgy gondolom, hogy az egy azért elég csites. Úgy gondoltam, hogy akkor rakjunk egy olyan eszközt, ami biztos működne. Oda nézzetek itt viszont. Azt nem tudom eladni, azt a bunkert. Mi az? Van nekem egy ilyen bunkerem. És akkor itt ezt még beszántam. Mindent. Keeper az mindent is el akar szántani. Be akarok mindent szántani. Ne viccelj. Jöjjön a pénz. Legyen pénz lóvére. Ez a szőlőt, ezt meg kéne majd nézni. Hogy ez hogy működik. Erről például fogalmam sincs, hogy ez mi ez. Na, van itt meló. Van itt meló. Egyébként ezért nem merek módpakot nagyon lerakni, mert ez van, látjátok mindig, hogy így azért változgat. Nem kicsit. Jó. Egyébként tök jó. Jó sikerült minden, úgy érzem. Ugye? Mondhatni. És akkor le van verve az egész. Egyébként ezt a sarkot is, ha lenne eszem valamire másra felhasználnám, és akkor itt nem kellene vinkódni vele. Crossplay mód tudom megoldani, de hát Keeper tudod milyen, már megint milyen nem rakta be Crossplay módot. Az Olivával is kellene valamit csinálni. Jaj, egy csomó mindent lehetne itt. Csak. Na, ezt még lehúzzuk, és akkor ez is megvan. Akkor ez, jöhet majd permetezés közben. Ugye belepörgetünk annyit az időbe, hogy legyen. Mi a fenem? Gyerekeket, ez elmegy alatta? Az lenne jó, elmenne alatta. Biztos nem mi. Menj el alatta. Ederből egyszerre jön össze így. Szerencséd van. Oké. Na. Ez így meg is történt. Be is kell vinni ezt a gépet, mert ugye meg kell tölteni. Viszont ez 100%-kal meg van töltve, simán leveti ezt a nagy földet. És még esélyes, hogy azt, amit hozzá fogunk még csatolni, még azt is lefogja. Hát ekkora föld a chain. Ez azért jó lesz. Igen, a fakitermelés lesz, még nagyobbra akarom a földet, úgyhogy azt a fát letermeljük, meg abból jön vissza pénzt. Aztán, hogyha végeztünk ezzel a nagy fakitermelés dologgal, akkor lehet, hogy eladom a bulldozert. Bár gondolkozok, hogy a bulldozert meghagyni, és lehetne azt csinálni, hogy ültetek fát, ilyen nagyon horribilis mennyiségűt, ugye az nagyon jó pénz, és azt így eladni. Az úgy lehet, hogy jó lenne, azt így eladni, mert elég gyorsan el tudom adni vele, nem a bulldozerrel. Ez lehet, hogy jó lenne. Ja, ez 32-vel tudja húzni, ez olyan lassúnak tűnik egyébként. Mindegy, be kell vinni mindenképpen. Ja, a marhák azok ugye el vannak ládva, azok, hogyha belepörgetek az időbe, úgyis termelik közben a tejet, meg majd behordom nekik megint a szénet, megint lesz TTK bőven, szalma az még akad nekik, meg van kint a földön is, egyelőre ennyi marha van. A marha tenyésztésbe bele akarok fogni, de először legyenek meg az ilyen dolgok, mint az a nagyföld, tudjátok. Ezt akkor az úgy szerintem itt frankon fog működni. Jó, oké, gyerekek. Na, akkor szerintem ennyi is volt, mert azért ez most elég hosszú videó lett, meg elég tartalmas. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett. A következő részben érkezem, srácok. Ezt meg ugye el tudom adni, várjál. De ezt érdemes eladni? Ezt akkor érdemes eladni, nem amikor így. Mikor jó sok van, mert ugye a költségnek van le. Mindig. Ja, úgyhogy akkor majd majd eladjuk. Majd belepörgetünk az időbe, eladjuk, hogy jön be egy kis pénz. Termelődik a szar is. Hát meg belepörgetek az időbe, majd akkor termelődik. Meg kéne néznem, hogy minden megvan nekik. Teljes takarmánykerék, tisztaság is jó. Szalma is van, gyerekek, minden van nekik. A vízet azt mindig meg kell nyitnom, mindjárt megnézem, hogy ez hogy működik. Aha, ennyi, hogy csak ide kell jönnöm, azt meg kell nyitnom elvileg. De hogy?
Nem tudom megnyitni. Ez jó. Érdekes, semmi opció. Hát lehet, hogy nem kell megnyitnom, vagy nem tudom egyébként. Lehet, hogy ennyire tele van, akkor nem kell. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi!